Sziasztok! A Hun Ortodox mai részében Karácsony és Gyurcsány rossz házasságának mindennapjaiba tekintünk be. Az ellenzék két hajlékony gerincű vezéralakjának, Karácsony Gergelynek és Gyurcsány Ferencnek kapcsolata hullámhegyeket és hullámvölgyeket is bejárt. De talán jóval több hullámvölgyről, mint sem felemelkedésről beszélhetünk. Gyurcsány és Karácsony jelenlegi fővárosi kényszerházasságát számos összecsapás előzte meg, de időről időre még ma is egymásnak feszülnek a most már szövetségesek. Ahogyan arról már korábban is beszéltünk, Karácsony és Gyurcsány köpönyegéből bújt elő, hiszen a miniszterelnöki hivatalnak dolgozott a kormánya alatt. 2010 után, érezve az idők szavát, Karácsony mindent hátrahagyva átnyergett az LMP-be, és próbált úgy tenni, mintha ő ott sem lett volna egykori mentora mellett, az ország gazdasági és morális tönkretétele során. Természetesen nehéz szét választani, hogy egészen pontosan milyen motivumok is vannak az egyes választóknak a fejében. Nyilván vannak olyanok, akik erre nagyon konkrét kérdésre voltak nemek. Azt mondták, hát ha nem muszáj fizetni 300 forintot, akkor miért nem fizetni 300 forintot? De azért a Fizut akkor is szívesen felvette. Ennyit Karácsony jelleméről. Ettől kezdve Gyurcsány és az általa megalapított DK tagjai nem illették túl szép szavakkal Karigerit. A most épp 7. kerületi polgármesterként tevékenykedő Niedermüller Péter úgy nyilatkozott 2017-ben, hogy Gergő, hadd mondjam, nem a személyed jelenti a problémát, hanem a politikai magatartásod. Minden héten valami mást mondasz. Gondold csak végig, hogy váltogattad a véleményed az elmúlt hetekben. Soroljam fel, ugye nincs rá szükség, hiszen te is tudod. Az akkor EP képviselőként tevékenykedő Niedermüller keményebben is fogalmazott későbbi fővárosi főnökével szemben. Az a baj, Gergő, hogy már nem lehet megbízni benned. És hidd el, nem csak én, hanem nagyon sokan így vagyunk ezzel. Lehet, hogy ezt még nem érzed, nem látod, de attól tartok, eljátszottad politikai és emberi tőkédet. De nem csak Niedermüller, hanem a Gyurcsány pártlapjának számító Nyugati Fényblog is páros lábbal beleszállt Karácsonyba. 2018-ban felidézték közös múltjukat, és arról írtak, hogy Karácsony Gergely abban az LMP-ben indult, ahol ordítva szitták a szocialistákat és a 2010 előtti világot. Mert akkor ugye rettenetesen szar volt az élet a világnak ezen a táján. De semmi baj, Geri, csak az ökör következetes. Csak az a fránya internet, az nem felejt. Majd így folytatja a cikk. Karácsony Gergő ifjúkora ellenére sok köpönyeget megforgatott már, most a politikai túlélés reményében az általa sokáig leprázott MSZP-sek listájára kéreckedett. De ne felejtsük el azt sem, hogy Gyurcsányék Karácsony főpolgármester jelöltként történő indulásáért sem repestek a boldogságtól, sőt, a bukott miniszterelnök olyan csúnyán megalázta Karácsonyt az ATV-ben, hogy öröm volt nézni. Kezdetben ugyanis az összödi jellembajnok támogatásáról biztosította az akkor még zuglói polgármestert, majd pár héttel később kihátrált Gergő jelölése mögül. És inkább a független objektív, objektív független Kálmán Olgát támogatta az előválasztáson. A bukott miniszterelnök az ATV-s szétalázás során azt mondta, hogy úgy érezte, hogy Karácsony mögül elfogyott a támogatottság, és arra panaszkodott, hogy Geri nem elég kemény, hiszen még az akkor szintén jelölt Puzsérral sem tudott elbánni. Szinte rám dőlt azon aggályok és kritikák sorozata, nyilván részben az én nyilatkozatom után, hogy Feri, te ezt nem jól érted. A Gergő mögül elment a támogatás az utóbbi hónapokban. A tagság nyomására hátrált ki Karácsony Gergely mögül. Gyurcsány Ferenc így mentegetőzött amiatt, hogy pártja immár Kálmán Olgát támogatja a főpolgármester jelöltek között. A DK elnöke szerint, mivel a tagság nem hisz Karácsony Gergelyben, nem volt más választása, mint leváltani. Attól, hogy ő megváltoztatta a véleményét, én nem fogom a sajátomat. Gyurcsány Ferenc szavaira Karácsony Gergely a közösségi oldalán reagált. A most már csak az MSZP és a Párbeszéd támogatását élvező zuglói polgármester azt írta, baromira unja azt a játszmát az ellenzéki térfélen, hogy azt méricskéljék, melyikük a legnagyobb kicsi. Talán nem azzal kéne foglalkozunk, hogy melyikünk közülünk a legnagyobb kicsi. De Karácsonyt sem kellett félteni, mert ő is mondott cifrákat Gyurcsányékra.
Egy debreceni rendezvényen 2010 környékén még úgy nyilatkozott az akkor még Gyurcsányt is magában foglaló MSZP-ről, hogy jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt. Majd 2014-ben a Gyurcsánnyal közös összefogás megrindulását követően pedig azt nyilatkozta, nem tagadom, hogy néhány unikumot meg kellett innom, hogy elviseljem ezt a helyzetet. De 2017-ben is kritizálta Gyurcsányt, amikor azt mondta, hogy a bukott miniszterelnöknek politikai felelőssége van a 2006-os események tekintetében, és az, hogy ilyen a helyzet a baloldalon, az nagyban az ő felelőssége. Mindennek ellenére a 2019-es önkormányzati választásokra a hatalomra kiéhezett Hiéna banda, mintha mi sem történt volna, két előválasztási bohóckodást követően csak besorolt Karácsony mögé. Az alkunak azonban nagy ára volt, hiszen Fletó ugyan támogatta végül Gergőt, de cserébe Karácsonynak le kellett nyelnie, hogy Gyurcsány magával együtt betolta a 2010 előtti kormányzati emberekből álló pereputját a városházára. Sőt, Niedermüller ekkor már vidáman, kéz a kézben sétált a korábban gyűrölt Karácsonnyal, és vonultak be együtt a fővárosi önkormányzat épületében. Hát, ilyen jól hajlik az ellenzéki gerinc. Kérdés, hogy meddig tart a nagy szerelem, hiszen néhány napja arról lehetett olvasni, hogy két miniszterelnök jelölt neve forog érdemben a 2022-re az ellenzéki boszorkány konyhában, az egyik Karácsony Gergelyé, a másik Dobrev Kláráé. Azaz jó eséllyel készülődik az újabb csúnya perpatvar a szivárvány koalíción belül, Gyurcsány felesége és egykori kis padavanja között. Bár Karácsony bőszen tagadja, hogy elindulna újra a miniszterelnök jelöltségért, de tudjuk jól, hogy szava, ígérete, kijelentése a nullával egyenlő. Minden esetre egy közelmúltbeli interjúban úgy fogalmazott, hogy jelenleg nem készül erre a szerepre, nem kíván indulni. És addig örüljünk. Sziasztok!